Péter Szenneke, Mendrei László a vendőnk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó halanyba, vagy jó irányba halad ugye az oktatás, mert most már azért azt olvasni sok helyen, hogy a kormányzat elég sok területen próbál itt javítani. Úgy tűnik, hogy nem ugyanazokat a sajtótermékeket olvassuk. Ja. Én nekem egészen gondoltam, valamivel feldobom ezt a beszélgetést, vagy elindítom. Hát, az elég magas labda volt, ne haragudjon, úgyhogy azt gondolom, hogy szándékos nem. Volt. Köszönöm. Jó feladás volt. Abszolút nem jó irányba halad az oktatás. Ebben a konstrukcióban, ami ebben az elmúlt 8 évben megvalósult, látjuk azt, hogy gyakorlatilag egy téren értek el eredményt. Itt szerintem nem kellett volna ez a központosításnak a megvalósítása. Először a klikket hozták létre, aztán utána annak egy alter egóját, ez a kléberezett központot. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem jó irányba tett lépés. Hát és ami egyébként az oktatás tartalmi megvalósítását jelenti, tartalmi részét, hát ez pedig abszolút katasztrofálisnak gondolom. Mennyire lehet általános, nem a fideszes döntéshozók, hanem a választók között az az elgondolás, amit ugye Németh Szilárd Fidesz alelnök adott közre egy ilyen pétfürdői beszédében, hát ebből érdemes idézni, hogy magasban néző diplomával nem lehet elhelyezkedni, ne vicceljünk már, ehelyett egy tetőfedő az mennyivel jobban kijön, mert valaki tetőfedő attól még nem hülye, meg kulturálatlan ember, hanem végzi a munkáját, és akkor még egy mondat Németh Szilárd, hogy olyan munkát, amit te komám nem tudsz elvégezni a professzori székből, meg ebből ráadásul meg is lehet élni. Nézd, a Fidesz kommunikációjában, illetve a kormánypártok kommunikációjában volt elég régóta tetten érhető egy olyan irány, amelyik azt mondja, hogy nincs szükség a magasan képzett emberekre, nincs szükség érettségizetekre, nincs szükség diplomákra. Volt egy olyan szakasz, amikor azt mondták, hogy rengeteg, azt hiszem, büfészak vagy ruhatárszak, ilyesmi működik az egyetemeken. Hát én azt gondolom, hogy Németh Szilárd ebből a szempontból abszolút hiteles ember, tehát az ő neki ugye, úgy tudom, van de egy vagy ezt két. A magyarok is felső... így gondolni? Nem gondolom, hogy a magyarok ezt így éreznék. Németh Szilárd hitelesen képviseli azt a féle gondolkodást, amelyik arról szól, hogy nem kell, mert hogy egyébként nem jut megfelelő tudáshoz. Én ezt egy nagyon, hát hogy mondjam, hát populista azért nagyon pozitív kifejezés, egy nagyon ostoba kifejezés, megfogalmazásnak tartom. Nem lehet ilyeneket mondani. Az egész világ másról szól. Tehát tetőfedő, akit ugye emlegetett, nem tudom, lesz-e tetőfedő robot vagy sem. De hogy egyébként nagyon sok minden kétkezű munkánál a robotok elveszik az meg ember. Meg egyébként ő se itthon él meg, hanem Németországban. Nagy valószínűséggel igen. Igen. Mert éppen ezt hozzáfűztem volna, igen, hogy nagyon sok szakember jön vissza, ugye, hogy az építő... Hát de miért nem olvastátok, hogy az építőipar hogy fejlődik? Rengeteg beruházás van, és ebből adódóan nagyon sokan ugye hazajönnek pont emiatt dolgozni. Na, egyébként én azt gondolom, hogy itt azért valamit kellene tisztázni. Mert ugye valószínűleg, hogy egészen más probléma van a felső oktatással kapcsolatosan, nem? Mint mondjuk a közoktatásban. Ön azért leginkább a közoktatás területén szokta magát exponálni. Beszéljünk most egy kicsit erről, hogy ezen a területen ön szerint, az ön megfogalmazása vagy meglátása szerint, mind kellene mondjuk a leghamarabb változtatni? A közoktatás és a felsőoktatás egyrészt elkülönül, másrészt pedig nagyon szervesen összetartozik. Igen. Tehát ahhoz, hogy a felsőoktatásba bekerüljenek, be tudjanak kerülni fiatalok, ahhoz olyan oktatást kell megszerezni az általános iskolába és a középiskolába. Meg kellene szűnni egyszer. Hát az én gyakorlatom, amíg én tanítottam 37 év alatt, mindig az volt, hogy a felső az alsó az óvodára, a gimnázium az általános, és így megy a visszafelé mutogatás. Tehát ezt meg kellene szüntetni. Tehát valószínűleg itt nem jó harmonizációra, de valamilyen harmonizációra szükség van, hogy tudjuk azt, hogy a felsőoktatásnak milyen igényei vannak, középiskolának, szakképzésnek, és a többi, és a többi. Ebbe az irányba kell elmozdulni. Nem választhat vele a kettő egymástól, de ahhoz, hogy ebbe az irányba el tudjon mozdulni, ahhoz mindenféleképpen a kompetencia alapú képzésnek kell uralkodóvá lennie a közoktatásban, nem csak szavak terén. Tehát ezt meg kell valósítani, és ennek az egyik terepe, illetve az egyik kiinduló pontja lehet a nemzeti alaptanterv, aminek az elkészültéről azt tudjuk, hogy készül, és azt is tudjuk, hogy 2019. szeptember 1-től el kellene kezdeni bevezetni. De ez nem jön felső ki. Felmenő rendszerbe, de nem jön ki a matek, így igen, van, tehát azt látjuk, hogy nem fog kijönni, és egyébként, ha meg ez a kormány marad, ez a
oktatás irány marad, akkor azt gondolom, hogy ugyanazzal kell szembenéznünk, mint annak idején a tankönyvek bevezetésével, tehát folyik egy humán kísérlet, tehát a gyerekeken keresztül fogjuk kipróbálni, hogy valójában hogyan működik a dolog. Mondjuk egy azért nem jön ki, mert ugye most már gyakorlatilag érdemben a parlament nem hoz döntéseket, tehát hogy van, júniusig el kellene fogadni ahhoz, hogy 2019. szeptemberével, egy évvel korábban ehhez elkezdjenek az iskolák felzárkózni. Azzal egyetért, amit Hillary István mondott, hogy itt véletlenül van egy különbség, hogy Csépe Valéria, akit megbíztak a NAT új koncepciónak kidolgozásával, és egy elismert akadémikusról van szó, más irányba terelni a folyamatot, mint amilyen poroszos irányba meg a kormány szeretné? Én többször beszéltem Csépe Valéria akadémikus asszonnyal, amiket ő elmondott nekem, néztem közt meg egy különböző fórumokon, amiket én tőle hallottam, az befogadható abba a gondolkodásrendszerben, amit én meg mi gondolunk az oktatás átalakításáról. Egészen más kérdés az, hogy Csépe Valéria is egyfajta keretek között mozog, és ezek a keretek, ezek sajnos a politika által meghatározott keretek, nem a szakpolitika, hanem a pártpolitika által meghatározottak, és onnan nehéz neki kitörni, tehát valószínűleg olyan feltételeknek kell megfelelni, ami nem biztos, hogy sikerülni fog. Emlékeim szerint nem a mai napon lesz a Független Diák Parlamentnek egy miniszterelnök jelölti vitája, beszélgetés, arra elmegy el, természetesen. Meg is hívták, és akkor elmegy. Mi fog kiderülni ezen a vitán, mert ugye itt a különböző ellenzéki, hát ugye Orbán Viktort is meghívták, csak ő valószínűleg, nem érjel biztos. Valószínűleg nem ért. Hát figyelj, azért kampány van, sok felé kell utazni a miniszterelnök úrnak. Igen, általában csak kis helyi tévék újságíróinak ad interjúkat. Valamilyen mindig erre-erre. Ezeknek egyébként például ennek az ellenzéki koncepciók ütköztetésének mennyi értelmét látja? Ezzel én azt gondolom, hogy nagyon nagy probléma az, hogy a kormánypárt képviselői, hát én azt mondom, hogy mindig, tehát folyamatos kampány van nagyjából 2000 vagy nem tudom mióta, 2002 óta biztosan, de soha nem mennek el semmilyen szakmai fórumra, mi is hívtuk őket többször, nem a miniszterelnököt, a szakpolitikust nem ért rá, soha nem tudott eljönni, most nem fog ott lenni, ez baj. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a miniszterelnök jelöltek vitája itt egy picit a Karácsony Gergővel össze, nem vitatkoztunk, csak más a nézetünk ebben. Én azt mondom, hogy nem kell mindenkinek mindenhez érteni, tehát a miniszterelnök jelöltnek sem kell mindig mindenhez érteni. Azt mondja, de szerintem igen, hát legyen úgy. Tehát én kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit gondol az oktatás átalakításáról, már csak azért, mert neki tudom, hogy van kötődése ehhez. Vona Gábor is úgy tudom, hogy ő történelem szakos, vagy történész, vagy történelem szakos, azt én nem tudom. Szél Benedett végzettségét illetően nincsenek információm a felsőfokon kívül. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit fognak mondani. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek. Ez azt jelzi, hogy csak egy picit visszaut az előző beszélgetésre, hogy lehet, hogy a választás szempontjából az oktatás lecsúszotta az első helyről az egészségügyet, de hogy egyébként a választók szempontjából ez rendkívül fontos, hogy mi lesz a kormány átalakítás vagy kormányváltás után, az nagyon meghatározó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm.